9 éves atomenergetikai múzeum bemutatja. Atomsztorik újra töltve. Érdekességek, ritkán hallott részletek, történetek, amelyekre már alig emlékszünk, vagy nem is hallottunk. Időutazás a múzeummal és a rádióval. Visszarepítünk. Hogy is volt ez? Mi minden történt? Mit nem érdemes elfelejteni? Apróságok, érdekességek. Mindenre fény derül 9 részes rovatunkban. Tarts velünk, hiszen a múlt összeköt a jelennel. Krizsán Árpáddal, az Atomenergetikai Múzeum múzeumpedagógusával érkeztem a mai napon, és hát a második részben szerintem egy kultikus történetet ráncsunk elő. Építkezzünk, nem? Mit választottál te? Hát építkezzünk. Igazából az építkezés az nekem azért volt egy érdekes téma, mert gyakorlatilag koromnál fogva gyerekként éltem meg azt az időszakot egyébként, amikor az építkezés befejeződött, de hát még nagyon kisgyerekként, és pont azon gondolkodtam így a téma kapcsán, hogy nyilván az én korosztályom, vagy a nálam kicsit idősebb korosztály, akik még akár úttörők, vagy kisdobosok voltak, amikor az erőmű épült, akkor ezt hogyan élhették meg ezt az időszakot, nyilván főleg, hogyha Pakson éltek. És hát nagyon sok érdekességet találtam, miközben utána néztem dolgoknak. Egyrészt az építkezéssel kapcsolatban elég komoly követelmények voltak, ami számomra meglepő volt ilyen leírásokból, hogy az akkori időszaknak megfelelően az ilyen nagyobb építkezéseknél ilyen 2 centiméteres eltéréseket engedtek meg a betonelemek között. Ezzel szemben a Paksi atomerőmű építésénél a megfelelő távolságokra, hogy ugyanilyen távolságnál ilyen 1 milliméteres eltéréseket engedélyeztek, tehát elég szigorú követelményt szabtak meg. Hát nyilván most, akik építkeztek, ők lehet, hogy egészen más mesélnek, mert azért tudjuk ezt az időszakot, hogy ismerjük ezt az időszakot, hogy persze, jó lesz az úgy, meg majd visszabontjuk, meg majd újraépítjük még 3-szor, de azért én azt gondolom, az erőműépítésnél nagyon odafigyeltek arra, hogy minden a legmegfelelőbben történjen. Ehhez kapcsolódóan egy ilyen megint csak egy ilyen érdekes dolog, amikor tényleg így akár az online térben ugye látogatókkal, illetve hát az érdeklődőkkel, meg kötözködőkkel találkozunk, akkor mindig jönnek az, hogy mer az orosz technika, meg az orosz vonal, és hát az erőmű építésnél egy ilyen érdekesség volt, hogy a bizonyos elemek festéséhez, hogy megfelelő időszakra, hogy megfelelő időre jó legyen a festék, Ausztriában rendeltek festéket, és nem a Szovjetunióból, az akkori Szovjetunióból. Tehát azért látszódott, hogy orosz tervezés, vagy hát szovjet tervezés, meg KGST összefogással épül minden. Ennek ellenére az akkori ugye nagy nyugatról veszük a festéket, mert ott tudták garantálni azt, hogy 30 évig az a festék marad a falakon. Említetted, hogy te gyerekként visszatudsz erre az időszakra emlékezni, én sajnos nem. Mennyire voltál akkor gyerekként tudatában annak, hogy mi lesz ez a létesítmény? Hát igazából semennyire, mert még nagyon kisgyerek voltam, viszont én azt gondolom, hogy akik így a 70-es, 80-as években voltak tényleg kisgyerekek, tehát még most emlékeznek arra az időszakra, hogy milyen volt akkor élni. És ugye, hogyha most azt nézzük, hogy az erőműépítésben, akik részt vettek, most már nyilván azért nyugdíjasabb, vagy nyugdíj közeli korúak, tehát azért én azt gondolom, hogy már az ilyen 60-70 évesek, akik akár itt dolgozhattak ilyen építőtáborokban, tehát az a mi életünkből már kimaradt, viszont ilyen elmesélésekből, meg mesékből, szüleinktől azért emlékezhetünk, vagy tudhatunk egy csomó mindent, és ezért tartottam ezt érdekesnek, hogy igen, volt egy ilyen nagy beruházás, ahol sok ember kellett, mert a csúcsidőben nagyobb a 10 000 ember dolgozott az építkezésen, és akkor mindenféle építőtáborosok, kiszesek, sorkatonák jöttek, és hát azért valljuk be, a mi korosztályunkban azért már sokan megúszták a sorkatonaságot is. Korábbi beszélgetésünk alapján tudom, hogy azért nem paksi gyerekként élted meg ezt az időszakot, hanem Dombóvárról érkeztél aztán majd Paksra. Nem tudom, emlékszel-e, vagy esetleg mesélték-e, hogy akkoriban egyébként megbojdult a környék, rengeteg munkagép közlekedett az utakon? Vagy mit meséltek a szülők, ők hogyan élték mindezt meg? Hát édesapám abban az időszakban dolgozott Pakson, meg járt erre, és hát azért az ő elmeséséből azért kiderült, hogy azért igen nagy volt a teherforgalom, tehát azért az építkezések során több 100 000 köbméter anyagot építettek be, tehát az első blokk építésén 400 000 köbméter vasbetont használtak fel az építkezés során, illetve 30 000 tonnányi acélt építettek be, tehát ez az egy jelentős mennyiség, és ez csak az első blokkról szól egyelőre, úgyhogy tehát nyilván azért nagyban megbojdult az élet, és hát nyilván azért azt is tudhatjuk, főleg itt a Paks környékék, vagy Pakson élők, hogy azért a város is akkor fejlődött igazán, de hát nyilván ez majd egy másik adásban fog előkerülni. Én azt gondolom, hogy önmagában azok a mennyiségek, azok a számok, amiket így, ha utána nézünk és elolvashatunk, hogy hány ezer kilométernyi kábelt épített
fektettek be, illetve mekkora mennyiségű földet mozgattak meg azért, hogy egy ilyen üzemét létrejöjjön. Én azt gondolom, hogy azért eléggé tekintélyt parancsoló mennyiségek jönnek ki. A múzeumnak az egyik fő célkitűzés egy pont ezt a történelmi időszakot megörökítse, és úgymond a látogatóknak pedig bemutassa. Nyilván már évek óta itt dolgozol, és nagyon sok látogatóval találkoztál, amikor nem volt pandémia. Mit tapasztaltál? Mennyire tudtak rácsodálkozni itt a méretekre, az épület nagyságára, és magára arra, hogy mennyi időbe tellett egy ilyen létesítményt felhúzni? Igazából ez érdekes téma, pont azért, mert tényleg változatos korosztályra találkozunk. A nyugdíjasok mindig úgy jönnek, hogy ők erre emlékeznek, főleg, hogy itt a közelben, vagy akár munka kapcsán ide kerültek, ezért nagyon sok ilyen látogatónk van, és én látszólag jó érzéssel gondolnak vissza erre az időszakra, bármennyire is ilyen akár rémtörténetet hallunk, tehát mindenki jó érzéssel gondol vissza, meg nem úgy is írja vissza ezt az időszakot, vagy nem úgy emlékszik erre az időszakra, hogy ez annyira rossz lett volna. Aztán jön a kicsit fiatalabb, ez a 40-50 éves korosztály, akik tényleg ez az éltek már abban az időszakban, de még nagy gyerekek voltak, és hát nyilván nem dolgoztak a beruházás közelében sem. Ők úgy emlékeznek vissza, hogy tényleg volt egy ilyen átmenet, és akkor ez a tehát megéltük azt a változást, hogy amikor minden állami cégek dolgoztak, az állami cégeken keresztül azért sok munkavállaló, sok erőforrást el lehetett érni, és hát ugye átértünk a gyakorlatilag egy ilyen kapitalista vonalra. Hát a fiatalok meg ugye eleve azon csodálkoznak, hogy viszonylag kis területen van ez a létesítmény, és hát ugye amikor végignézzük, akkor ma a fiatalok azért emlékeznek Csernobilra, meg a Csernobil című film azért főleg a fiatalokat ért el, de amikor az építkezésre gondolunk, és kicsit az építkezésre beszélünk, és látjuk, hogy itt már a minden biztonságberendezést beépítettek azelőtt, hogy baleset megtörtént volna Csernobilban, akkor azért én azt gondolom, hogy jobban átlátja az ember, hogy jobban el tudja fogadni, hogy működik itt egy atomerőmű. Az én gyerekkoromban a nagyon régi képek, amikor előkerültek, úgymond a bátyáim időszakából, mert ők születtek a 80-as évek elején, előkerültek ilyen számomra idegen arcok, és mindig kérdeztem a szüleimtől, hogy ők kicsodák azokon a képeken, és hát bizony gyakran hangoztak el olyan családnevek, ami mondjuk Lengyelországból érkező családhoz tartozott, hiszen itt voltak ők is. Tudod-e esetleg, hogy jellemzően milyen szomszédos országból érkeztek ide építők, hogy mit lehetett tudni, nem csak magyarok építkeztek itt akkor sem. Hát én úgy tudom, hogy amikor ugye nagyon munkaerőhiány volt, akkor jött az, hogy akkor a KGST országokból próbáltak munkaerőt szerezni, és hát tényleg nagyon sok lengyel dolgozott az építkezéseken, hát ők főleg ilyen hegesztési munkákban vettek részt, tehát ők a hegesztő üzemben dolgoztak. Ha már az építőknél tartunk, amikor az Atomenergetikai Múzeum épületéhez érkezünk, akkor egy nagyon látványos fotó is fogadja az embereket, méghozzá egy munkás, ami közben építkezik. Mit tudtok annak a fotónak az elkészítéséről? Mikor készülhetett az a fotó? Hát ez valószínűleg az első blokk építésekor készült. Egyébként a munkással egyszer felvettük a kapcsolatot, tehát ő él és virul, és hát azért az a fotó azért is érdekes, mert hát én mindig azt szoktam kiemelni, hogyha most körülnézünk, azért a munkavédelmi előírások azért nem ugyanolyanok voltak, mint manapság. Már egyébként nagyon fontos kiemelni, hogy abban az időszakban is azért nagyon figyeltek arra, hogy biztonságos munkavégzés történjen Pakson. Noha nyilván ugye tényleg azért a visszatekintve azért az 40-50 évvel ezelőtti időszakban azért nyilván nem azt követelték meg, hogy a megfelelő munkavédelmi bakancs meg sisak legyen az emberen még a járda betonozásnál is. Ez a fotó ilyen szempontból nagyon jól mutatja ezt az időszakot. Egyébként én mindig ezt szoktam kiemelni, hogy érdemes itt a műtárgyakat úgy megnézni, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy van nálunk egy, akár egy belépő, vagy egy ilyen kitűző, ami egyébként a régi belépő volt, vagy behajtási engedély volt, vagy akár a motor, meg a telexgépennél szoktam én mindig elidőzni, hogy egy kicsit az ember azt gondolja végig, hogy ezeket az eszközöket azért használták, hogy a biztonságos működés feltétele adott legyen, illetve nagyon jól bemutatják ezek a tárgyak az adott időszakot, és az adott időszakra jellemző szokásokat. Nos, kedves hallgatóink, ma is okosabbak lettünk, és egy kicsit újra töltöttük magunkat. A 9 éves Atomenergetikai Múzeum bemutatta Atomsztorik újra töltve. Minden pénteken 11 óra után a Paks FM-en.